néptánc együttesek és zenekarok kitűnő hangulatot teremtettek a Győr-Szent Iváni családi napon. Ez a Szent Iváni Születi Fesztiválnak a kis testvére. Idén ugyanis nem volt lehetésünk a szokásos több ezer embert vonzó Szent Iváni Fesztivált megtartanunk, de próbáltunk azért egy családi napot megszervezni, amely kisebb ugyan, de akik érdeklődnek és szeretettel jönnek hozzánk, azok ugyanolyan jó programokat találnak itt. A néptánctól kezdődően másfelegű zenéig gyerekprogramunk volt a Kaláka Együttes koncertjével. Nagyon sokan voltak rajta, úgyhogy örömmel látjuk, hogy jó időnek köszönhetően is, és a programnak köszönhetően is nagyon sok Szent Iváni ember kimozdult a mai délutánon. Készülnek a bográcsos és tárcsás ételek a Cserók főző versenyen. Mura Jenőné Őrsi Andrea rutinos és tapasztalt fakanál forgató, élete a főzés. Burgonyás babújáson készült, és a polgárőrség köreibe készítettem. Én polgárőr helyettes vagyok, és Győr-Szent Iváni Váci iskola főzőkonyháján vagyok, vezető szakács. Naponta 1250 adag ebédet készítek. Készítek 250 nyugdíjasnak és 1000 gyereknek. Az 1000 gyerekben bent vannak a tanárok és bent vannak az éthordósok. És nagyon szeretek főzni, az életvitelem ez. 50 évesen végeztem el a szakácsiskolát, mert másik a szakmám. Konyhalányként kezdtem a Váci iskola főzőkonyháján. Első helyezett lett édesanyja titkos receptjével Edvi Laura. Nagyon jól érzem magam, minden évben indulunk főzőversenyen. Igazából csak főztünk, segítettünk a másiknak. Ez meg anyukám receptje, volt a tárkonyos raguleves, ő sajnos nem tud itt lenni, ezért nekem adta át kihívásképpen, és életem első ragulevese, első helyt hozott. Mit szólsz ehhez? Hogy esik számodra? Hát nagyon megdöbbentem, de nagyon boldog vagyok. Mit gondolsz erről a családi napról? Én nagyon szeretem, minden évben jövünk, főzünk, mindig elhoz, első háromba benne van a család, szóval szuper. A hagyományőrző egyesületek jóvoltából a résztvevők kipróbálhatták az ostorpattogtatást. Koncert miatt jöttem elsősorban a kisfiammal, megkörülnéztünk, hogy miket lehet itt látni, most éppen tanulja az ostorozást, úgyhogy jól érezzük magunkat. Hogy tetszik nektek a program, mi az, amit mindenképpen ki szeretnétek próbálni? A karikás ostor tetszik, meg az ugrálóvárat próbálta már ki, meg még egy lángos szeretnénk enni, hogyha belefér. Az ugrálóvár most is megmozgatta a gyerekeket, és szintén nagy sikert aratott a tűzoltó bemutató is.